kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, az Úr Jézus örömével, szeretetével köszöntelek benneteket, innen az Isten házából, otthonaitokban. Együtt vagyunk, az Úr Jézussal találkozunk. Várjuk, hogy mikor találkozhatunk élőben újra vele, de mindaddig lélekben állandó készen vagyunk. Állandó készen lélben vagyunk, hogy ugyanúgy életre tudjon hívni mindnyájunkat, mint ahogyan a mai evangéliumban Lázárról fogjuk hallani. Lázárt meghívja az életre, az örök életre, mint ahogy minket és mindannyiunkat. Ennek az örök életnek a jegyében telik el a mi földi életünk. Itt próbálunk mennyei kincseket összegyűjteni. Most az Úristen egy különleges kincskeresési lehetőséget, feladatot adott nekünk ebben a 2020 nagybőjtjében, hogy valóban észrevegyük, mi a fontos és mi a sürgős a mi életünkben. Szentmiseink elején, amelyet Serádi Mihály, Velkei Sándor, Szabó Józsefné, Cakó Erzsébet lelki üdvéért, betegekért, szolgálattevőkért ajánlok fel. Vizsgáljuk meg a mi lelki ismeretünket, indítsuk fel a tökéletes bánatot a mi szívünkben, és kérjük Istenünk megbocsátó irgalmát, hozzánk lehajló szeretetét. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk, mert vétkeztünk ellene. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat, és add meg nekünk a bűvösséget. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Segíts minket, hogy életünkben az a fáradhatatlan szeretet vezessen, amellyel Krisztus szerette a világot, és halálra adta értünk önmagát, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Így szólt az Úr Ezekiel prófétához. Jövendőj és így beszélj népemhez. Ezt mondja az Úr az Isten. Íme kinyitom sírjaitokat, és kihozlak titeket sírjaitokból én népem, és elvezetlek Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek.
Letelepítelek titeket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe is vittem, mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, aki test szerint él, nem lehet kedves Isten előtt. Ti azonban nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. De aki bennem lakik, Krisztus lelke, az nem Krisztusé. Ha Krisztus bennetek lakik, jól lehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti a bennetek lakó lelke által. Ez az Isten igéje. Legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Lázár testvérei megüzenték Jézusnak: Uram, nézd, beteg, akit szeretsz. Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: Ez a betegség nem halálos, hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten fia megdicsőüljön. Jézus szerette őket, Mártát, Máriát és Lázár. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, két napig ott időzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványokhoz: Menjünk el ismét Júdeába. Amikor Jézus megérkezett, Lázár már 4 napja a sírban feküdt. Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.
de tudom, hogy most is bármit kérsz Istentől, megadja neked. Jézus ezt felelte neki, testvéred fel fog támadni. Erre Márta így szólt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Jézus folytatta, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt? Márta ezt válaszolta neki. Igen, Uram, hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten fia, aki a világba jött. Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezte, hová temettétek? Azok így szóltak. Jöjj, Uram, és lásd! Ekkor Jézus könnyekre fakadt. Erre a zsidók megjegyezték, nézzétek, mennyire szerette őt. Némelyek azonban így szóltak. Ő, aki visszaadta a vaklátását, nem akadályozhatta volna meg, hogy meghalljon. Jézus pedig még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt. Vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére megjegyezte. Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus ezt válaszolta neki. Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét. Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt. Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék, te küldöttél engem. E szavak után Jézus hangos szóval kiáltotta, Lázár, jöjj ki! A halott azonnal kijött, kezén és lábán a rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus megparancsolta, oldjátok föl, hogy járni tudjon. A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, amit cselekedett. Ezek az evangélium igény. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek! YouTube csatorna segítségével másodszor vagyunk online szentmisén, hiszen hétközben egyházközségünk oldalait használjuk, mert hiszem azt, Jézus Krisztus ugyanezeket a csatornákat azért adta a mi számunkra, hogy merjük hirdetni az ő örömhírét, de nem unos untalan, hanem megerősítésként. A pap számára Isten igéjének hirdetése az elsőrangú feladat. A szent áldozat bemutatása, Isten igéjének hirdetése, és főképpen a hétköznapokban való megélése az sajátos feladat, amelyet gyakorlunk. Jelen vagyunk, és akarunk jelen lenni, mert Jézus ezt tanítja a mai evangéliumban is. Ezt tanítja, hogy igenis ő tud nagyon emberi lenni. Ő lehajol hozzánk, eljött közénk. És nagyon szeretem ezt az evangéliumi szakaszt, mert Jézus embersége még inkább kidomborodik. Olvassuk, szerette őket. És érdekes ez az isteni szeretet. Szerette őket, fontosak voltak neki, és mégsem indul el rögtön a testvérek üzenetére. Még két napig ott marad azon a helyen, ahol volt. Mert Isten nem ugrik rögtön. Ezt már hányszor és hányszor tapasztaltuk a mi mindennapjainkban, a mi egész emberi életünkben, hogy Isten nem ugrik rögtön. Isten ad lehetőséget a mi számunkra, hogy végig gondoljuk mindazt,
amit igazán kérünk tőle. Jean-Vanier-től hallottam, szeretek Jézusra gondolni, amikor ő fáradt. Jézus sír Lázár sírjánál. Nem bagatelizálja el Lázár halálesetét, és nem azt mondja, hogy álljatok félre, mindjárt feltámasztom, hanem sír. Együtt érez, lelkében mélyen megrendült, ahogyan az evangélista fogalmaz. És ez kell számunkra a nehéz időkben erőt és bátorítást jelentsen, hogy olyan Istenünk van, aki mindenben mellettünk áll. És jók ezek a nagyon emberi pillanatok a Szentírásból, az evangéliumból, mert ilyenkor Jézus annyira közel áll hozzánk hasonlóan, könnyező, fáradt, szomorú, mint mi vagyunk sokszor. És az ő példájából erőt merítve, talán jobban megtalálhatjuk mi is a helyes krisztusi, evangéliumi hozzáállást a dolgokhoz. Jézus oda megy, és beszélgetni kezd Lázár testvérével, Mártával. Mintha egy picit úgy tűnik, hogy elbeszélnek egymás mellett, és nem értenék meg egymás szavait, egészen más gondolnának feltámadásról, mást az életről. Márta a múltról beszél, Jézus pedig a jövőről. És ez a beszélgetés elárulja mindannyiunk számára is, hogy az embernek mindig van olyan elképzelése, amelyet jónak tart, sőt, nagyon sokszor jobbnak, mint Isten akaratát, Isten elképzelési. Picit erről árulkodik Márta kijelentése is. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Egészen másban bízok, mint amit Jézus tenni fog. Hányszor és hányszor mondjuk mi is. Uram, ha itt lettél volna, és talán most is ott van a keserűség, kérdésre, a válasz keresése, hogy Uram, miért kaptuk mi most ezt a nehéz időszakot? Miért van most ez a mi életünkben? Picit észre kell vennünk ebből a beszélgetésből Márta és Jézus között, hogy Márta a saját emberi világába, a saját emberi gondolkodásába hívta meg Jézust. Jézus viszont túl akar ezen lépni. Ő Isten kegyelmi világába akar mindannyiunkat meghívni. Kedves testvérek, sok esetben mi is ugyanígy gondolkodunk, ugyanígy viselkedünk. Ahhoz kérjük Isten kegyelmét, ami a mi akaratunk, hogy a mi elképzelésünk valósuljon meg. Isten pedig lehet, hogy épp az ellenkezőjét szeretné. Meghív bennünket a boldogságra, az örök boldogságra. És talán egy picit az ő elgondolása a mi örök boldogságunkról más, mint amit mi hiszünk. Mi sokszor csak egy csendes átmenetnek gondoljuk a földi életből az örök életbe való távozást. És látjuk, az Úristennek van hatalma. Az Úristennek van hatalma jóvá tenni mindazt, amit az ember elront, amit a bűn elrutít. Nagyon sokszor talán el kellene engednünk a saját akaratunkat. És jó lenne, hogy az Isten akaratát tartanánk szem előtt, mert egyébként sosem jutunk előre. Olyan sokszor hallottátok már tőlem bizonyságtétel, vagy éppen tanúságtétel kifejezést, és kis közösségekben is nagyon sokszor használjuk, hogy milyen szép tanúságot tett valaki. Szavakban nagyon könnyű tanúságot tenni. De vajon az életünk mennyire tanúságtétel, mennyire bizonyságtétel arról, hogy mi hiszünk az Úrban? Mi nem rohanunk az üzletekbe és akarjuk felvásárolni az egész készletet, nem bízunk abban, hogy az Úristen gondoskodik. Vagy nem akarunk úton útfélen kint lenni, és egy picit tudunk megállni újra és újra.
és elgondolkodni azon, hogy mi az igazán fontos, és mi az igazán sürgős. Újra megismétlem múlt vasárnapnak az egyik gondolatát, hogy mi a sürgős, és mi a fontos az én életemben. Most a fontosokat vegyük elő, a sürgősek ráérnek. Mert ami szerintünk sürgős, az lehet, hogy az Úristen szerint még igencsak ráér. Lázár szintén egy nagy tanúságtevő. Nem olvasunk arról, hogy Lázár nagy beszédeket, előadásokat, nagy meetingeket tartott volna különböző embereknek az ő feltámadása után is. Bárkit meg akart volna győzni maga igazáról, vagy éppen Jézus igazságáról, hanem az ő tanúság tétele az, hogy egyszerűen él. Él, mert Jézus feltámasztotta őt. És a mi életünk, ahogyan élünk, tanúságtétel lehet. Tanúságtétel picit a családunk előtt, önmagunk előtt, a világ előtt, és akkor hihetjük, hogy amikor elmúlik ez a veszedelem, akkor valóban komolyan vesszük mindazokat az ígéreteinket, amelyek most fogalmazódtak meg bennünk. Akkor talán nem mondjuk azt, hogy ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, hanem azt mondjuk, hogy köszönjük, Urunk, hogy ebben a nehézségben, ebben a küzdelemben mellettünk álltál. Ahogyan most megéljük a mi hitünket, a mi Istenbe vetett bizalmunkat, az a bizonyságtétel a mi részünkről, hogy olyan Istenünk van, aki mindig mellettünk áll. Lázár története erre hív meg bennünket, hogy Istenünk szeret, és mindig mellettünk áll, a mi oldalunkon, és ő mindig akarja a mi örök boldogságunkat. Nagyon sokszor talán elkeskenyedünk, talán elszomorodunk, reményvesztettekké válunk. Olyan jó volt péntek este Ferenc pápa imádságába bekapcsolódni. Itt a Szecsői templomban Szentmise után, az oltári szentség előtt, telefonnal a kezemben vártam, hogy mikor közvetíték Ferenc pápát, az ő imádságát, az ő felajánlását, az Úristen áldását Ferenc pápa által. És ahogyan így bekapcsolódtam abba az imádságba, és a szecsői testvérek is be tudtak kapcsolódni videóparti segítségével, jó volt látni, ahogy növekszik a szám, akik nézik, és hiszem, hogy mindazok, akik nézték, azok megértették, hogy miről beszél Ferenc pápa. Nem kell félnünk, mert a vihart csak Jézus tudja lecsendesíteni. Engedjük, hogy a szívünkben dúló vihart is ő maga csendesítse le. Engedjük át a mi bárkánknak, a mi hajónknak a vezetését Jézusnak. Engedjük, hogy a mi vitorláink az ő szelébe kapaszkodjanak, és akkor biztosan a partot érünk. Ferenc pápa talán 2015-ben Nagybőjt negyedik vasárnapján mondta, hogy sok olyan keresztény van, akinek látszólag nagybőjti hangulatuk van, de húsvét nélkül. Kedves testvérek, talán ez a megpróbáltatás nekünk is ezt juttatja eszünkbe, hogy nagybőjtöt élünk, és úgy tűnik, hogy húsvét nélkül. Nem tudjuk a templomainkban ünnepelni a húsvétot, de a lelkünk mélyén igen. És én arra hívlak meg mindnyájtokat, hogy merjük megnyitni a mi szívünket. Ne legyen a nagybőjti lelkület, nagybőjti hangulat pusztán a mi lelkületünkben, hanem engedjük, hogy ezt a nagybőjtünket a húsvét fénye ragyogja át, mert Jézus legyőzte a halált, és mindannyiunkat meghívott az örök boldogságra. És ez ne csak egy tanítás legyen,
hanem valóban merjünk ennek fényében élni a hétköznapjainkban is. Ebben segítsen szerető és gondviselő Istenünk, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Testvéreim, Isten nem ugrik rögtön, mi tudjuk, de hogy mellettünk van, ebben is biztosak vagyunk. Valóban kifejezzük ezt a felismerésünket, most együtt valljuk meg a belévetett hitünket. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadott a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Testvéreim, imádkozzunk a mi Urunk Jézus Krisztushoz, aki Lázár feltámasztásával megmutatta, hogy ő a feltámadás és az élet. Hogy egyházad szentségei által minél többen életre támadjanak a lelki halálból, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass minket! Hogy az élet szolgálatában a népek összefogjanak a háborúk, a járványok, és az éhínség leküzdésére, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Hogy mindnyájan erőt és bátorítást nyerjünk a feltámadás hitéből, hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg! Hogy betegeink részesüljenek Jézus vigasztalásában, és szentségeinek kegyelmét elnyerve az örök boldogság részesei legyenek, hallgass meg, Urunk! Add meg, Urunk, Jézus szavai erősítsenek bennünket, amikor szentmisénket felajánljuk Srádi Mihály, Velkei Sándor, Szabó Józsefné, Cakó Erzsébet, valamint összes elhunyt szerettünk lelki üdvéért, hallgass meg, Urunk! Mennyei Atyánk, Te szent fiadat az élet és a halál urává tetted. Segíts kegyelmeddel, hogy a lelki halálból mindig fel tudjunk támadni, és földi életünk után részünk legyen az örök életben, Krisztus, ami Urunk által.
Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr a kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Hallgass meg minket, mindenható Istenünk, és add, hogy híveidet tisztítsa meg ennek az áldozatnak az ereje, miután a keresztény hit tanításában részesültek, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Ő, mint valóságos ember, megsiratta barátját Lázár, mint örök Isten feltámasztotta őt a sírból. Az egész emberiséget is megszánta, és húsvéti szentségei által új életre támasztott minket. A te fölségedet által imádják az angyalok, kik szünet nélkül örvendeznek színed előtt. Add kérünk, hogy az ő szavukkal a miénk is eljusson hozzá, midőn velük együtt újjongva zengjük. Szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népeid gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy a napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaték. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka, és itt elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámad, felment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismer fel benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaitól, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Miklós püspökkel, egyházközségünk védőszentjével, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásokban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Ferenc pápánkat, Zsolt püspökünket, Lajos segédpüspököt, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol a reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Jöjjt halai vele, és ő benne, a tiér minden ható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. A Istent Atyának szólítjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor nagy bizalommal így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert ír az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne vétkeinket, gyarlóságainkat nézze, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjünk ki szívből egymással,
legyen békesség köztünk mindenkor. Testvéreinkhez, megerősítetted őket, kérünk, tartsd meg őket minden napok viszont tagságai kihívásai között, és hadd, hogy valóban hálatelt szívvel veled együtt járjuk ezt az utat, amelyre most meghívtál bennünket, hogy valóban a te dicsőséged fényét megláthassuk, aki élsz és szeretsz, mindörökkön örökké. Amen. Az, aki úgy él, hogy hisz bennem, nem hal meg örökre, mondja az Úr. Könyörögjünk! Kérünk mindenható Istenünket, hogy mindig élő tagjai maradjunk szent fiadnak, akinek testét és vérét magunkhoz vettük, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Kedves testvérek, normál helyzetben ilyenkor a hirdetések jönnek, és a hirdetések akkor is élnek, ha nem vagyunk együtt. Szeretnélek biztosítani újra benneteket afelől,
hogy itt a Szecsői templomban is minden nap van Szent Mise, nem mindig tudjuk online közvetíteni, amikor csak lehet, akkor a Báránykák csoporton belül közvetítjük. Sokan kérdezték, hogy miért nincsen tőlem a Facebook oldalon Szent Mise közvetítés, mert hiszem és vallom azt, hogy olyan sok lehetőség van különböző médiumok segítségével bekapcsolódni, hogy nem kell felaprózódjunk. Az a nagy veszélye, hogy belekattintunk egyik Szent Misébe, belekattintunk a másik Szent Misébe, a harmadikba, meghallgatjuk a 12. papnak a prédikációját, és azt gondoljuk, hogy azzal az Istennel töltött időt letudtuk. Újra hívlak benneteket, hogy merjünk a Szent Misére időt szakítani, merjünk megállni, merjünk félreállni. Ugyanúgy, ahogy eljövünk a templomba, legyen meg ennek a sajátos rituália otthon is. Éppen ezért csak a Báránykákon belül közvetítem mindig a megszokott időben. Itt Tápió Szecsőn minden délután 5 órakor van Szent Misénk. Utána eddig volt szentségimádásra lehetőség. Most is van olyan formában, ha valaki ne talán erre téved, de ugye határozottan kérnek bennünket, hogy ne császkáljunk, ne mászkáljunk ki az otthonainkból. De most tényleg éljük meg ezt a bőti fegyelmet. Legyen ez egy bőti fegyelem, hogy nem mászkálok, hanem tényleg az Urat oda a szívem legmélyébe várom. Én minden nap bemutatom itt is a Szent Misét, ugyanúgy Kókán is bemutatom. Sőt, az elmúlt héten szülőfalom csoportjában is mutattam be Szent Misét, mert jó újra meg újra megerősíteni egymást. És tényleg, akik ott vagyunk azokban a csoportokban, merjük odaszánni az időt. Ne csak belekukkantani, hanem valóban végig imádkozni ezeket a Szent Miséket. Jövő vasárnap, virágvasárnapot ünnepel az egyház, lesz barka szentelés. A barkákból lehetőségeimhez mérten minden családnak fogok juttatni. Nem kell eljönni érte, én elviszem. Az Jóisten arra hív meg, hogy merjük erősíteni egymást, merjük erősíteni a nyájat, amit ránk bízott. Merjünk valóban imádkozni egymásért, merjük összefogni a kezeinket, és valóban azt mondani, igen, Uram, hiszem, hogy Te örök életet adsz nekünk, és ezt a földi életet is velünk együtt akarod jobbítani. Erre kérjük most az Úristen áldását. Az Úr legyen veletek! Boldogságos szűzanya, Szent József és védőszentjeitek közbenjárására, minden égi és földi áldással áldjon és őrizzen meg a mindenható és szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szent. A Szent Mise áldozatot bemutattuk, éljünk békében, szolgálva Isten és ember.